Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió minden nézőjét. Magyarország kormánya a kialakult vírushelyzetre való tekintettel újabb intézkedéseket vezetett be kedélyfétől. Melyek ezek és miért fontosak számunkra? Hát kezdeném azzal, hogy miért fontosak, hiszen mindenki érzi azt, hogy ez a második hullám az egész világon, nem csak Magyarországon, nem csak a térségünkben, de egész Európában sokkal nagyobb erőket köt le, sokkal nagyobb volt, mint a tavaszi első hullám. Tapasztalatokat szereztünk az első hullámból tavasszal, hiszen az első érettségben lezárt az egész ország. Bezártak a munkahelyek, bölcsödék, óvodák, iskolák, minden megállt, és ez meg is látszott a gazdaságon, leállt az ország. És a nyáron volt a konzultációja a kormánynak, amelyben megkérdezte a lakosságot, hogy mi a véleménye, hogy kellene kezelni majd a második hullámot. Ugyanúgy zárjunk le mindent, bölcsödét, óvodát, iskolát, éttermeket, az egész országot, vagy úgy próbáljuk a második hullámot átvészelni, hogy közben a gazdaság tudjon haladni. És az emberek nagy többsége, több mint 90%-a azt mondta, hogy a gazdaságnak menni kell, az életnek menni kell, és emellett a lehetőségekhez képest kezeljük a járványt. Ez a mostani intézkedés, a veszélyhelyzet meghosszabbítása, amiről tegnap döntött a parlament, nagyon örülök annak, hogy 180 képviselő igennel szavazott, csak egy képviselő szavazott nemmel. Ez azt jelenti, hogy az ellenzék is ezt támogatta, nem úgy, mint a tavaszi veszélyhelyzet kihirdetését. Akkor azt mondták, hogy diktatúra lesz, most támogatták ezt az intézkedést, hiszen látszik az, hogy dinamikusan emelkedik a fertőzöttek száma, egyre többen vannak kórházban, egyre többen vannak intenzív osztályon, tehát vigyázni kell arra, hogy az egészségügy ne terhelődjön túl, de azok a létfontosságú gazdasági szereplők tudjanak dolgozni, amely a magyar gazdaságot életbe tartják, tehát nyugdíjat, fizetést fizetni lehessen, a gazdaság működjön. 30 napra hozta meg Magyarország kormánya most ezt az intézkedést, várható elhosszabbítás, ugye közelednek az ünnepek, adventi időszak. Én azt gondolom, ez csak a személyes vélemény, hogy ezzel az intézkedéssel nem állítható meg a járvány. A járvány csak akkor állítható meg, hogyha valamikor az jövő év elején, tavasszal megérkezik a védőoltás, megérkezik a vakcina, és megfelelő mértékű lesz az ország átoltottsága. Ekkor állítható meg a járvány. Ezzel az intézkedéssel azt tudjuk elérni, hogy csökkentjük a járvány terjedését, kevesebb terhelés jut az egészségügyre, tehát fel vagyunk készülve, hiszen kórházi ágyak, lélegeztető készülékek, gyógyszerek rendelkezésre állnak, de egy dolog, ami véges, az az emberi kapacitás. Tehát egy dolog véges, az orvosok, az ápolónők, az egészségügyi személyzet, hát arra kell törekedni, hogy ne érjük el a magyar egészségügy teljesítő képességének határát, hiszen emlékszünk még rá, hogy Észak-Olaszországban a tavaszi járványban a folyosókon feküdtek a betegek, akkor kellett arról dönteni, hogy kikerüljön lélegeztetőgépre, kinek jut lélegeztetőgép, kinek nem. Tehát Magyarországnak ezt a helyzetet el kell kerülni, és ezekkel az intézkedésekkel elérhető az, hogy a járvány terjedése egy elfogadható szinten tartható. A Magyarország kormány által meghozott intézkedéseken túl ugye minden település polgármesterének jogosultsági körébe tartozik az, hogy ő is a saját településén hozhat különféle intézkedéseket. Karcagra mi lesz a jellemző? Mi várható? Én polgármester úrral nemrég beszéltem. Ő azt mondta, hogy természetesen azokon a helyeken, zárt helyeken, azokon a nyitott helyeken, kereskedelmi helyeken, akár a piac, ott a maszk használat kötelező. De az utcán mindenki rábízza a lakosságra, hiszen nagyon fontos az egyéni felelősség. Hiszen tudjuk azt, hogy a maszkot nem csak azért kell használni, mert akár kötelező vagy
ennek érte, nem azért kell használni, hogy sem magunkat, sem másokat ne fertőzzünk meg. Hiszen vannak tünetmentes vírushordozók, vannak olyanok, akik kicsit rosszul vannak, de megfertőzhetnek olyan embereket, akiknek akár az életükbe kerülhet ez a fertőzés. Tehát az egyéni felelősség is fontos, a higiéniás szabályok betartása, a maszk használat, mert lehet, hogy valaki nem ért egyet a maszk használattal, mert sokan vannak ilyenek. Látjuk azt, hogy Nyugat-Európában tüntetnek ez ellen, még Magyarországon is egy hónappal ezelőtt, akár Szolnokon is volt a maszk használat ellen tüntetés, mindenféle ember van. De nem csak magunkra kell figyelni, hanem vigyázzunk el a családunkra, vigyázzunk el a hozzátartozókra, az ismerősökre, és mindenki másra, akire veszélyes lehet ez a vírus. Adódik a kérdés, hogy országosan, és most csak nem mai szintről beszélünk, hogyan fogadták az emberek, mennyire fegyelmezettek ebben a második hullámban? Én azt látom, hogy az emberek nagy része fegyelmezett. Pontosan érti ezeknek az intézkedéseknek, a vírusnak a lényegét. Pontosan tudja azt, hogy vigyázni kell saját magára, a hozzátartozóira, a többi emberre. Hiszen veszélyes lehet ez a vírus, mert van, aki tényleg tünetmentesen megy végig, ez a vírus, van, aki lélegeztetőgépre kerül. Az emberek döntő többsége ezt jól érzi, jól látja. De hát mindenfélék vagyunk. Én látom a reakciókat, akár az ellenzéki reakciókat, amelyeket úgy lehet összefoglalni, hogy ami döntések vannak, azok soha nem jók. Vagy túl hamar, vagy túl késő, vagy túl sokat, vagy túl keveset, vagy túl drágán, vagy túl olcsón. Tehát mindig valami kifogás van. Én emlékszem rá, mióta az első veszélyhelyzet kihirdetésre került, akkor azt mondta az ellenzék, hogy azért nem szavazza meg, mert itt diktatúra fog épülni Magyarországon, és nem adták hozzá a hozzájárulásokat, tehát a parlament kb. 2 hetes késéssel tudta ezt meghozni. Utána, amikor a lélegeztető gépekről volt szó, akkor azt mondták, hogy túl kevés lélegeztetőgép van Magyarországon. Majd amikor a beszerzések megtörténtek, akkor azt mondták, hogy bár túl sok lélegeztetőgép van Magyarországon. Amikor a sok lélegeztetőgép óta azt mondta, hogy túl drágák a lélegeztetőgépek. Tehát mindig valami kifogás volt, de hát az emberi természet ilyen. Mindenkinek van valami jobb ötlete, ilyen az iskola bezárás is. Én beszéltem olyan emberrel, aki azt mondta, hogy be kellene zárni az általános iskolát és az óvodákat is. Én mondtam neki, hogy akkor azok a szülők nem tudnak dolgozni, akiknek vigyázni kell a gyermekre, leáll a gazdaság. Volt olyan, aki azt mondta, hogy semmit nem szabad bezárni. Volt, aki azt mondta, hogy mindenhol kötelező legyen a maszk. Volt, aki azt mondta, hogy sehol se kelljen maszkot hordani, mert ez az ő alapvető emberi jogait korlátozva. Tehát az emberek egy része elfogadja, a döntő többsége tudja azt, hogy fontosak ezek az intézkedések, a másik részének túl kevés, túl sok, túl olcsó, túl drága. A következő ilyen lesz, ami majd vitatkozni fognak, hogy amikor bejön a védőoltás, bejönnek a vakcinák, akkor mint a csapatok szurkoló tábora, hogy a német vakcina jó, az amerikai, az angol, a kínai, az orosz, ezzel fognak vitatkozni, vagy van, aki azt fogja mondani, hogy semmilyen vakcina nem jó, mert semmilyen védőoltás nem jó. Na, ezek az emberek szoktak általában fertőzni, és ilyen vírusokba komolyan megbetegedni. Mikorra várható a vakcina, és kiket oltanak be legelőször? Úgy van, hogy a kormányzat már lekötött az Európai Unióval együtt angol, amerikai, német vakcinákat, ami fejlesztés alatt van. Ezek az Európai Unióval együtt több billió vakcinát lekötöttünk ezeknél a cégeknél. De a kormányzat úgy gondolkozik, hogy nem lehet tudni, hogy mikorra lesznek kész ezek a vakcinák. A német, az angol, az amerikai gyártású vakcinák. Így tárgyal Oroszországba, Kínába, Izraelbe is a vakcinafejlesztőkkel. Én azt gondolom, hogy fontos az a dolog, hogy több vasat tartsunk a tűzbe. Mert lehet, hogy valamelyik vakcina csúszik, tehát nekünk a magyar lakosságról kell gondoskodni. Novemberben, decemberben megérkeznek az első vakcinák, a kínai orosz gyártású vakcinák. Ezek csak minták lesznek, ezek a magyar kutatóintézetek fogják őket bevizsgálni, hatékonyságukat, különböző tulajdonságukat, és hogyha a magyar intézetek ezeket megfelelőnek tartják, akkor lehet használni az orosz vagy a kínai gyártású vakcinát. Most az Egyesült Államokban jelentették be, hogy a gyártáshoz hozzá tudnak kezdeni egy amerikai, német gyártású vakcinával, aminek több mint 90%-os hatékonysága.
Az is az a kérdés, hogy amikor elkezdik gyártani, milyen mennyiségbe tudnak gyártani ezekből a védőoltásokból. Én úgy gondolom, hogy január, februárban azok a legveszélyeztetettebb rétegek meg fogják kapni az első oltásokat. A krónikus betegek, az egészségügyben dolgozók, a szolgáltatásokban dolgozók, és ahogy érkeznek be a vakcinák, szerintem áprilisban mindenki meg tudja kapni a védőoltást, aki szeretné magának beadatni. És hát ezen is majd fog menni a vita, hogy van, aki azt mondja, hogy soha nem fogja beadni, hiszen itt a környéken is van olyan család, akinek azért nem tudnak járni a gyerekei óvodába, közösségbe, mert a gyermekeinek semmilyen védőoltást nem hajlandó beadni. Tehát lesznek ilyen emberek, akik a védőoltás ellen fognak tiltakozni, bármilyen országból, bármilyen hatékony legyen az a védőoltás, de hát ilyenek vagyunk sokfélék. Képviselő úr, én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én azt kívánom, hogy mindenki vigyázzon magára, és mindenkinek jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra, és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!